Itt vagyok Csabánál a garázsban, két héttel a Halloween Challenge után. Sziasztok! Ez megmarad, ez a beköszönésed. Eljöttem újra, mert átnézzük ma az autókat, és hogyha holnap jó idő lesz, akkor még egyszer kimegyünk a pályára, valószínűleg a szezonban utoljára, Fichtenbergbe. Az előző videóban láthattátok, hogy részt vettem két versenyen, és igazából jól is szerepeltem, legalábbis magamhoz képest. Még dobogón is álltam. Megmondom őszintén, hogy elkapott a versenyzés láz, és nagyon-nagyon tetszik ez az 1.5-ös benzines kategória. Eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék versenyezni a 2020-as évben, és ehhez ugye kapok tőle segítséget. Mindenbe fogok tenni. És mivel ugye a szezon végén kóstoltam bele ebbe az egészben, most ugye jön a tél, így lesz időm arra, hogy itt a garázsban szétszedjük az autót, megtanuljam, hogy mi hogy működik rajta, és ezzel a cél az lenne, hogy jövő szezonban már majdnem önállóan tudjam akár szervizelni, vagy felkészíteni a versenyekre. Persze Csaba ott lesz mindig mellettem, és segíteni fog. És hogy mindez létrejöjjön, ugye a helyszínt ki kellett választani. Mivel Csaba itt van, hozzám ő van legközelebb, ezért én ide fogok járni Németországba. Belépek abba a klubba, abba a modellező klubba, ahol ő is tag, ugye Fichtenbergbe. És náluk van klubbajnokság, és az újonnan jövőknek, vagy a belső új tagoknak az amatőr, vagy a rookie kategória. Igazából nem csak a belső tagoknak van, tehát bárki kezd az utcáról is bejöhet, parkolós modellezők is bejöhetnek ezekre a versenyekre, a kezdő kategóriába. Bármilyen kocsival indulhatnak, nincsen semmi megszabva, se gumi, se motor, se autófajta. Mindennel lehet indulni. Tehát ilyen ez a rookie kategória, úgyhogy mivel Bélától ugye megkaptam az autót, amit el is hoztunk, és ugye ezzel mentem a Halloween Challenge-en, hogyha esetleg nem láttad. Ez az autó, ez nálam fog maradni biztosan a 2020-as évben, és azt tervezzük, hogy én ezzel fogom végigcsinálni a 2020-as klubbajnokságot Fichtenbergben. És persze az a célom, hogy meg is nyerjem. Szóval ezzel az a célom, hogy megnyerjem ezt a klubbajnokságot a rookie kategóriában, és ez a feltétele annak, hogy egy évvel később, tehát mondjuk 2021-ben elindulhassak a tuning kategóriában, ahol a Csaba is már versenyez. Ugye neki is ez a sztoria itt Fichtenbergben, mert melyik év volt? 18? 18. 2018-ban léptél be. 2018 április 26-án. Tehát akkor léptél be a klubba, és ugye te is a rookie-ban kezdtél. Így van. Ugye azzal a 3SX3-mal. 3SX3-mal így kezdtem, és ugye első évben én megnyertem a bajnokságot. Ugye ezért nem is indulhattam volna már ebbe az évben a kezdő kategóriába. Mert ott úgy, akkor fölléptetnek egyet, ugye vissza nem léphetsz. És felkerülsz a profik közé, úgymond. Így van, profik közé felkerülsz, viszont meg kell egy komolyabb autó. Igen. Mindig és egy komolyabb motor, mert ugye ott az már más dimenzió. És akkor vetted ugye a meghatokat. Így van. Így van. Úgyhogy én is valami hasonló sztorit szeretnék, hogy az első évben a rookie-ban mondjuk tényleg az első helyen végezni. Hozzáteszem, hogy itt nincs is annyira sok versenyző, tehát nyerhető az a kategória, teljesen, hogyha valaki odafigyel. Az adottságaiddal én szerintem, meg ebből a kocsival szerintem simán hozhatom. Kicsit mókolni kell rajta, ugye ilyen gondolok a diffi cserére például. Ugye most az autó fel lesz készítve jövőre, majd fel lesz újítva teljesen. Itt gondolok a lengicsillapító, olaj cserékre, aki esetleg lengicsillapítóban valamit tömítő gyűrű, vagy valamit tönkrement, azt kicseréljük. A fékeket felújítjuk, ugye fékolajt cserélünk, fék csöveket kicseréljük, ha kell, akkor a csatlakozókat kicseréljük, a munkahengerekbe esetleg a tömítő gyűrűket, hogyha valahol ereszt folyik, akkor azt megcsináljuk. Meg az egészet átnézzük, teljesen szétszedjük az autót teljesen, kipucoljuk, tartjuk. Összerakjuk, kap majd ugye új féktársákat is, mert ezek már
igen, csak műsletesek, azt úgy néztem. Szóval lesz mele munka, lesz. És ennek a munkának a helyszíne pedig ez a garázs lesz, Csabának a garázsa, úgyhogy innen sokat fogunk jelentkezni. És ahogy a címből is láttátok, ez a Rückwärts garázs sorozat lesz, amiket itt fogunk fölvenni. Ezek ilyen beszélgetős, szerelős, építős, átalakítós, javítós videók lesznek. Meg összehasonlítjuk a két autót, hogy az enyém is meg kell csinálni. Tehát nem csak a Csabit kell fölkészíteni a jövő szezonra, az enyém is meg kell csinálni. Igen. És akkor meg mutatni, hogy ugye ez két különböző típus, főleg ugye az eset az egy öregebb típus, 2013-as. Hogy mik a különbségek itt igazából a két autó között. Mert ugye jövőre ugye mi párhuzamosan fogunk versenyezni, egymásnak a segítői leszünk, mert én ugye a rookie-ban fogok menni, akkor Csaba fog nekem segíteni, mármint a pályán, ő pedig ugye a tuningba, akkor meg én leszek a segítője, úgyhogy a következő év az így szerintem elég jó harmóniába fog telni ott a pályán, a versenyeken is, de addig, most a téli szezonban, többnyire itt leszünk, és felkészítjük az autókat a következő szezonra. Remélem, hogy ez nektek is hasznos lesz, mert nagyon-nagyon sok részletbe bele fogunk menni, főleg azért, mert én szeretnék mindent megtanulni erről az autóról, hogyan működik a motor, hogyan kell beállítani akár a futóművet. Lesz motorfelújítás. Lesz motorfelújításunk, nagyon sok alkatrészt ki fogunk cserélni, illetve tervezünk új karosszériákat is, majd ezeket is bemutatjuk. Jövőre ugye nem csak itt Fitmemberbe fogunk versenyezni, nem is tervek szerint, hanem szeretnénk részt venni ugyanúgy a magyar bajnoki futamokon, amire csak lehetőségünk van, ugye, hogyha nem ütközik a mi versenyünkkel, akkor mindenképpen szeretnénk elmenni, ugye meghívásokat már kaptunk, meg szeretnénk talán elmenni Luxemburgba, megint meg lesz tartva ez az európai, ugye ebben az évben sajnos nem sikerült, mert közben jöttek dolgok, de azt én szeretném azért megütni. Szóval ezek a tervek mostantól a 2020-as szezonra. Remélem, hogy nektek is érdekes lesz, és velünk tartotok. Ha most találkozunk először, akkor iratkozz föl, és nyomd meg a csengőt. És találkozunk a következő videóban.